Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, azt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet, még lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy nép sokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.